Na szevasztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a rövid kis videóban elkészítjük, hát már igazából elkészítettem ez Ultimate Garantált Tocot Adó SBC-t. Itt is van. Eléggé megkérik idén az árát, azt hiszem, hogy tavaly csak 83-as rating kellett bele, vagy 84-es, már nem emlékszem rá, és akkor azt hiszem, hogy kettőt is lehetett bontani, és nekünk dobott egy 97-es vagy 98-as Suárezt az egyik, vagy csak egy volt, már nem emlékszem rá. Idén kell bele egy TOC játékos, 87-es rating az jó, húzós, 70-es összhang mellett, hát volt néhány lojalit is játékosom. Ugye a Zsiru, akkor ez a Bocanegra, meg itt ez a két védő, ugye az Alexandro, meg a Manolas, és akkor így épp, hogy meglett a 70-es Team Chemistry, csak a lojalitik miatt, mert amúgy rohadtul nem lenne meg. Elég drága SBC szerintem, nézzük meg, hogy mennyibe kerültek a játékosok. 16 ezer, 19 ezer, 12 ezer, 16 ezer, 35 ezer, 19 ezer, 49 ezer, és ugye megvolt a Zsiru. Hát nem volt olcsó, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek, a, tehát, hogy ezek után mit fog dobni. Nagyon drága volt szerintem, 87-es rating egy darab Ultimate TOC játékosért. Minden azon dől el, hogy mit dob, ugye? Tehát... hogy mit sikerül kinyitnom. Hát, nézzük át gyorsan, hogy milyen TOC-ok vannak. Addig kevergetem. Hát, ugye... van... Oblak, Van Dijk, Koulibaly, Kimmich, Bernardo Silva, Royce, Pepe, Havertz, Ronaldo, Messi, Mbappé, ugye, Alisson, Chiellini, Robertson, Benzema, Sterling, Sarabia, Sancho, Quagliarella és ugye Suárez. Na ezek közül elmondom, melyiknek örülnék. Oblak nem kell, Van Dijk nem kell, Koulibaly nem kell, Kimmich nem kell, Bernardo Silva végül is jöhet, de nem túl drága, Royce az rohadt jó lenne, ha jönne, vagy Pepe is, Havertz nem rossz, az végül is jöhet, Cristiano Ronaldo mindenképp, Messi jöhet, Mbappé jöhet. Alisson kell a ráknak, hiszen van belőle már egy. Chiellini kell a ráknak, Robertson se igazán kell. Hát Robertson be sem tudom építeni igazából. Sancho jöhetne, Sarabia szerintem az fog jönni, ne jöjjön, de az fog. Sterling jöhet, de hát nem fog vele semmit sem kezdeni. Szerintem ez a Benzema is esélyes, hogy jön, azzal se fog tudni semmit kezdeni. Quagliarella a kurva esélyes, hogy jön, azzal se fog tudni semmit kezdeni. És ugye Suárez jöhetne. Tehát akinek örülnék, az végül is... hát... Messi, Ronaldo, Havertz, ugye Mbappé az nagyon jó lenne. Pepe, Royce... hát... még a Sancho jöhet, meg a Suárez. Most ezek közül kéne valamit nyitni. Ha nem ezek közül jön, akkor nem veszem meg a FIFA fuszat. És ez kajak így lesz. Ha, azért, ha most szart nyitok, akkor nem veszem meg a FIFA fuszat. Amúgy sem akarom megvenni, majd Alex megveszi. De én nem veszem meg, az fix. Tehát ha most szart nyitok, akkor nem veszek FIFA fuszat. Ez itt a tétje ennek a nyitásnak. Még kicsit keverem. Puff, na nézzük. Ez egy... ú, bazd meg! Sarabia, a legszarabb. Na hát akkor ennyit a FIFA 20-ról. Ez mennyit ér, bazd meg? 70 ezeret? Tehát így a... nem tudom, 20 játékosuk közül ki... tehát kiszedjük a legszarabbat, a legolcsóbbat. Ez egy ilyen, bazd meg, istentől, hogy nem kell venni én ezt a szar játékot jövőre. Egyébként. Szerintem. Ennél szarabb csak kapus lehetett volna, vagy a fándalék, akit nem tudok beépíteni, meg van a pottia. De hát ez is egy hulladék, bazdnek. Hát ez egy nagy nulla nyitás volt. Na nézzük, hogy mennyi tér, gondolom ilyen 60 ezer coint, vagy még annyit se. 100 ezer. 100 ezer coin, bazdnek. Hát amit beletett 99 ezer, hát amit beletettem, az volt, hogy 150 ezer, vagy 200 ezer coin. 98 ezer, na hát 100 ezer alatt mézeletek, szar hulladék, fosgani. Jó, hát szerintem itt eldölt, srácok, nem kell megvennem ezt a retkes játékot jövőre. És nem is tudom, mit csinálják ezzel a Buzi Pablo Sarabiával, sehogy se fér be a csapatba, de azért szerintem, hogy nem is tudom, milyen játékos ez, bazdnek.
Hát, még a statja is igazán jó. Shotting az jó. Cross beadásos. Dribbling. Ú, de ez egy igazi hulladéknyitás volt, bazd meg. Kifogtuk a lehető egyik legszarabbat. Na jó, mehet a klubba, srácok, aztán ennyi volt ez a nagy Ultimate garantált TOTS SBC, tehát nem is értem, hogy tudtunk ebben megint ennyire belenyúlni. Tehát adhatott volna, vagy 15 ennél jobbat, meg mondjuk 4 szarabot, és akkor beadja ezt a retket, bazd meg. Na mindegy, azért tetszett a videó, dobrá egy lájkot, csipi voltam, csumpilla.